Köszöntöm nézőinket! A Metamorfózis e-havi adásának főszereplője Éva, a 42 esztendős, két gyerekes édesanya, aki több mint 20 esztendeje vár arra, hogy egy átváltoztató programban részt vehessen. Ez alkalommal rámosolygott a Metamorfózisban a szerencse, most nézzék meg Éva csodálatos átalakulását. Jó szórakozást kívánok! Éva a nő, akinél az egyensúly szinte kézzel fogható. Életvidám, energikus és határozott. Magabiztos fellépése egy évvel ezelőtt is felkeltette a Metamorfózis zsűri tagjainak érdeklődését, sikert azonban csak idén augusztusban hozott a két gyermekes édesanyának. Így lett Éva a Metamorfózis 4. szériájának első szerencsés résztvevője. Én Ancsákné Balog Éva vagyok, és Nyíregyházán lakom, két nagylányom van, férjem, adminisztrátorként dolgozom, és azért jelentkeztem ebbe a műsorba, mert összességében minden tetszik. Tehát nem tudok úgy kiragadni dolgot, mert összességében minden tetszett. Úgy összességében szeretnék változni, külső és belső, minden. Az igazi nővé válás útjának első állomása az ideális testsúly elérése volt, s bár Éva esetében a cél nem a drámai fogyás, hanem a szép, tónusos test elérése volt, néhány kilogramtól neki is meg kellett szabadulnia. A mérleg augusztus 20-án, és ugyanaz a mérleg két hónappal később. Az eredmény 4,2 kg mínusz. Éva, két hónappal ezelőtt 4-5 kilogrammos fogyást irányoztunk elő számodra az edződdel, Andreával közösen. És emellett még alakformálás volt a cél. Hogy érzed az elmúlt két hónapban, mennyit haladtál előre? Én úgy gondolom, hogy sokat fejlődtem, főleg hasrészen, hátrészen azok voltak a több gyakorlat. A hát, has, kar, de emellett ment az alakformáló aerobik is. Volt-e olyan, ami nehézséget okozott ez alatt a két hónap alatt? Úgy gondolom, hogy nem, mert folyamatosan mozogtam. Tehát a nyári időszakban folyamatos volt a biciklizés, de régebben is mindemellett jártam tornázni. Főleg ilyen aerobik, step aerobik, alakformáló mozgás. Itt az edzőtermi együttműködés vagy együttdolgozás során mi volt az, ami igazán közel állt hozzád? Az alakformáló. Az, ami igazán közel áll hozzám, de mindattól függetlenül szeretem a kardió mozgásokat is, mert az meg mind más izomcsoportot mozgat meg. Mennyiben volt nagy segítség az, hogy Andi mindig ott állt melletted? Nagyon nagy segítség volt, mert tudtam szakszerűen használni a gépeket, és tudtam, hogy mi az, amit át kell variálnom, tehát válnál, vagy karnál, hátnál, mi az, és hogy kell helyesen használni a gépet, tehát hogy csináljam, hogy ez jó is legyen. A lányokkal való közös mozgás hogyan segítette azt, hogy eredményesen sportolj? Sokban segítette, gyakran járunk együtt, heti 3-4 alkalommal együtt jövünk mozogni. Egymást inspiráljuk a mozgásra, jó hangulatban telnek az edzések, bármelyik edzésre jövünk, szinte mindet kipróbáltuk. Tehát folyamatosan mindig újabbnál újabb dolgokat próbálunk ki, és nagyon élvezzük ezeket a mozgásokat. Jól érezzük magunkat, kipróbáltuk a TRX gyakorlatot, az nekem kevésbé volt sikeres, mert mindig összeakadt a lábam, de biztos, hogy meg lehet azt is szokni. Jó volt a step aerobik, aztán az alakformáló gyakorlatok, amik nagyon tetszettek szerintem mindhármunk vagy négyünk részére, ezek voltak, amik dominánsak voltak. De lépegetőzünk, bicajozunk, futópadot használunk, illetve itt a kondigépeket, mellizom, hátizom, lábizom, karizom. Tehát próbálunk mindent kipróbálni, ami itt megtalálható a teremben. Mire számítasz a 9 hónap végén? Szeretném tartani ezt a súlyt, illetve a átformálódást, tehát hogy olyan szép formás legyek. Thank you.
Így néz ki, amikor a dietetikus segítkezik a konyhában. Éva egészséges fogyását az edzések mellett a metamorfózis dietetikusai segítették. Andi, a te munkád, illetve a kolléganőd munkája nagyon hangsúlyos a metamorfózis folyamatában, hiszen a súlyvesztés tulajdonképpen lényegében a diétán alapul, és természetesen ehhez társítjuk még a mozgást is. Hogyan dolgoztatok Éva vonatkozásában? Mire kellett odafigyelni, amikor a diétát kialakítottátok számára? Évánál is az volt a probléma, mint a legtöbb fogyókúrázónál, hogy túl kevés kalóriát visznek be a szervezetükbe, vagy akár éheznek is. Ez azért nem jó, mert ilyenkor az ilyen 2-3 nap alatti hirtelen fogyás, az nem a zsírvesztésből fog bekövetkezni, hanem csak a folyadékháztartásnak a csökkenéséből. Ezáltal lelassítjuk az anyagcserét, azáltal, hogy izmot veszítünk, és ezt pont ezt akarjuk elkerülni. Ezért Évának külön meghatároztuk, hogy mennyi a napi alapanyagcseréje, ebből kiszámoltuk a tényleges kalória szükségletét, és úgy állítottuk be a fogyáshoz szükséges kalóriamennyiséget, hogy a heti fél kiló fogyást azt ne haladjuk meg. Ez azért fontos, mert egyrészt tartható így a diéta, másrészt pedig nem fogja visszahízni a fogyás után a leadott kilókat. Hogyan építettétek fel a diétát? Évának ez a kalóriamennyiség 1300 kalória volt, és nagyon lényeges, hogy emellett még meghatározzuk a napi fehérje, zsír és szénhidrát bevitelt. Mert sokan szidják, hogy hol a zsír, hol a szénhidrát a felelős a hízásért, de itt a lényeg mindig a megfelelő arányon van. Hogy milyen élelmiszereket javasoltunk, mindenképpen az alacsony glikémiás indexű élelmiszereket, hiszen ezek nem okoznak hirtelen vércukor emelkedést, mert a hasnyálmirigy ennek hatásaként inzulin termelésbe kezd, így fog csökkenni a vérben a vércukor, de mivel sok cukor szabadul fel, ezért a felesleget a szervezet zsírként fogja raktározni. Mindenképpen az alacsony glikémiás indexű élelmiszereket kell fogyasztanunk, hisz azok lassabban emésztődnek meg, és tovább biztosítanak tehetségérzetet. Ilyenek a teljes körlésű lisztből készült péksütemények, az appehely, és szinte minden zöldséggyümölcsöt ide sorolhatunk, például a karfiol, karalábé, brokkoli, alma, narancs, kiwi. A rostós táplálkozás mellé a bőséges folyadékfogyasztás biztosítása nagyon fontos. Ez évánál olyan 2-3 liter folyadék volt. Ez azért lényeges, mert a rostok vizet szívnak magukba, ezáltal okoznak tehetségérzetet és csökkentik az étvágyat. Ha nem biztosítjuk ezt a folyadékmennyiséget, akkor a rostok ezt a bélfalból fogják elvonni, ezt a nedvességet, és így székrekedést okoznak. Összeállítottunk Évának egy mintaétrendet, amiben meghatároztuk neki a reggeli, 10 órai ebéd és uzsonna vacsora mennyiségeket. Emellett kapott tőlünk egy tápanyagtáblázatot, amiben ő is ki tudta számolni az élelmiszereknek a kalória, fehérje, zsír és szénhidrát értékeit. Éva kiegyensúlyozott ember lévén viszonylag könnyen veszi az akadályokat. A hétköznapok során felgyülemlett stressz azonban őt sem kíméli. A metamorfózis pszichológusával ezt a problémát igyekeztek orvosolni. Szeretném a konfliktusokat gördülékenyebben kezelni. Sokszor fölöslegesen idegeskedem. Meg akarom előzni a stressz helyzeteket. Fontos számomra a nyugodt élet. Évával stresszkezeléssel, konfliktuskezeléssel, probléma megoldással foglalkoztunk. Most picit meglepőnek tűnhet, hogy pont Évával a stresszről, hát ha ránézünk Évára, szerintem sok minden eszünkbe juthat, de a stressz az biztos, hogy nem. Ő ezt el is mondja, hogy most úgy érzi, hogy az életének egy olyan nagyon jó periódusát éli, tehát hogy harmóniába került saját magával. Az elmúlt időszakban több krízis nagyobb probléma volt az ő életében, amit sikeresen megoldott. Nyilván, hogyha valaki a kríziseket megoldja, attól egyrészt nő az önbizalma, az önértékelés, a személyisége is fejlődik, tehát nem véletlen, hogy Éva eljutott erre a pontra. És hogy itt kapcsolódik be talán a mentális egészségnek a fogalma, ami mostanában egy nagyon divatos fogalom, nagyon sok helyen lehet ezt hallani. Leginkább ugye ez a stresszkezelés olyan apropóból jött ide, picit a prevenció.
tehát a megelőzéssel akartunk foglalkozni. Én nagyon sok emberrel találkozom ugye nap, mint nap, és nagyon sokan elmondják ugyanazt, amit Éva, hogy nagyon aktív életet éltek, egy hegyet arrébb raktak volna. Nagyon minden rendben volt az életükben, majd elteltek az évek, és nem értik, hogy mi történt. Felőrlöttek egyszerűen a mindennapokban. Problémák voltak, nem tudták őket kezelni. Ugye ez a mentális egészség, ez nem egy olyan dolog, amit az ember egyszer kialakít és megmarad, hanem egy olyan dolog, amit folyamatosan kezelni kell, sokat kell azért tenni, hogy ez így maradjon, ne törjön tulajdonképpen el. Általában mögötte mindig a stressz van, hogyha kialakul egy probléma. Az emberek az esetek 90%-ában sajnos azt gondolom, hogy kétféleképpen kezelik a stresszt. Az egyik az, amikor elfogyják. Tehát jönnek a mindennapos kis konfliktusok, feszültségek, és ugye mit csinálunk, elképzeljük ezeket a kis stressz dolgokat, mint apró kis köveket, és fogjuk őket, nem foglalkozom vele, belerakom a képzeletbeli hátizsákomba, ugye nincs is ezzel semmi gond egy darabig, viszont mi történik, ha megtelik a hátizsák, ugye az ember egyszer csak elesik. Nem csak mentális betegség fog kialakulni, hanem bármilyen fizikai betegség, mert ugye ha a szervezetemnek az immunrendszerét kilőttem, már pedig a stressz az gyengíti az immunrendszert, akkor innentől kezdve bármilyen betegség, fizikális betegség sokkal könnyebben kialakul. Hát ugye a mentálisról meg nem is beszélve, ugye tudjuk ezt, hogy ma már a legeslegtöbb betegség pszichoszomatikusnak, tehát lelki eredetűnek mondható, mindegyik mögött ott van a stressz. Másik dolog pedig, mit szoktunk még csinálni, ugye jön egy konfliktus, gyűrűzik bennünk nap, mint nap, hazamegyünk, kínvezetjük le az első családtagon, ugye, aki velünk szembe jön, tehát vagy magunkat fogjuk roncsolni, vagy pedig a környezetünket. És ugye lenne itt egy harmadik mód, amit sajnos nagyon kevesen alkalmaznak. Ezek apró pici módszerek, amiket minden nap alkalmaznunk kellene. Ugye azt szoktuk mondani, hogy amikor kialakul egy nagy probléma, vagy amikor ide jönnek hozzám az emberek, és azt mondják, hogy egy óriási nagy hegy problémám van, akkor az nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem ilyen homokot hordunk minden nap rá. És én azt szoktam mondani, hogy amikor úgy odadobunk minden nap egy lapát homokot, azt ezekkel az apró módszerekkel, stresszkezelő módszerekkel el is lehetne onnan seppelni, tehát mindjárt nem épülne ugye fel ez a hegy. És ezeket a módszereket tanítottam én meg Évának, amit nagyon remélem, illetve azt gondolom, hogy alkalmaz is, és sikeresen alkalmaz. Mindenkinek meg kellene ezeket tenni. Nagyon egyszerű dolgokról beszélünk itt, amelyeket be lehet építeni a mindennapokba. És már is az ember nem mindegy, ugye, hogy a feszültség szintem innen indul egy nap, vagy pedig innen, és arra kell építkezni, mert ugye egy olyan világban élünk, ami folyamatosan rohan, konfliktusok vannak, problémák vannak, tehát meg kell ezeket egyszerűen tanulnunk. Milyen problémával érkeztél Gabihoz? Stresszeltem, hogy mindig mindenben meg tudjak felelni otthon, a családnak, a munkahelyemen, illetve minden olyan dologban, ami rám hárul majd. Ez milyen formában jelentkezett nálad? Rágódós vagyok, tehát hogyha voltak olyan problémák, akkor sokszor nem aludtam éjszaka, mert azon járt az agyam, hogy tudnám én ezt megoldani, hogy minden irányban megfeleljek, meg hogy mindenkinek jó legyen. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, de megpróbáltam úgy, hogy megoldjam ezeket a dolgokat. És a Gabitól tanultakat hogyan sikerült beépíteni a hétköznapokba? A Gabitól tanultakat szerintem könnyen beépítettem a hétköznapokba, az érzéseket sokkal könnyebben ki tudom mutatni. Tehát, hogyha valakitől kaptam valamit, akkor azt mertem egy puszival, egy simogatással viszonozni, hogy én annak nagyon örültem. A konfliktusokban pedig mertem lépni, tehát kimertem mondani, nem azon görcsöltem, hogy esetleg megbántom a valakit azzal, hogyha kimondom, amit gondolok. Hogy érzed, a közös munkátok eredményét fogod tudni használni a jövőben is? Igen, biztos vagyok benne, hogy fogom tudni használni. Dr. Semsey Mária rendelője szinte már egy év forta szépség fogalmával. Kezeléseinek nyomán Éva is elégedetten távozott. Marika, Éván elég sok beavatkozást végeztél el. Konkrétan melyek voltak ezek? Több helyen kezeltük, igazából két fajta kezelést alkalmaztunk. Az egyik a ráncfeltöltés volt, ami
a nazolabiális redőjére vonatkozott ajkára és a hunyorgó függőleges ráncaira. Oda nem igazán ez lett volna az indokol, de ezt kérte. Nagyon zavarta a dekoltázsának a gyűrött bőre, az ugye a sok évtizedes, hát 4 évtized az ő életében. Napozásnak picikora óta mennyi nap érte a bőrét, az mind-mind károsította a dekoltázsát. Azt simítottuk széndioxid lézeres kezeléssel, illetve ugyanezt a széndioxid lézert alkalmaztuk egy lábsérülésen, ami egy bicikli baleset folytán egy ilyen elvékonyodott hámhiány, egy ilyen vékony heg szövet volt. Ezt próbáljuk visszavastagítani, visszaszínézni nem tudjuk, viszont a bőrnek a rostrendszerét vissza tudjuk állítani az eredetire. 3 kezelést alkalmaztunk, havonta egyszer szoktuk ismételni. Ez egy nagyon intenzív kollagén képzést generál, tehát kollagén indukciónak hívjuk, de nem csak a kollagént indítja be, hanem a rostoknak a többi alapanyagát is, például az elasztinnak, a rugalmas rostoknak az alapanyagát is elindítja, és minden kezelés 9 hónapig dolgoztatja a sejteket, tehát miután már teljesen vége lesz a műsornak, az ő bőre még tovább fog simulni. Az arcán pedig Évának kezdődő ráncocskák kezdtek kialakulni, ebből a legmélyebb redő a nazolabiális, ami elég drámaian tud mélyülni, ebben elég sok anyag is szokott elfogyni. Az ajkát pedig nem nagyobbítottuk túlságosan, csak inkább üdébbé, feszesebbé varázsoltuk. A hunyorgó ráncára visszatérve pedig ott nem ez lett volna leginkább indokolt, ugyanis az arcunk felső harmadában a ránc oka nem a szövetek megnyúlása, vagy a lebomlása, hanem az izomnak a túlműködése, és ott az izmot szoktuk kezelni botoxszal. De ő inkább a ráncfeltöltő anyag mellett döntött. Milyen töltőanyagot használtál az Éva esetében? Hialuronsavat mindenképpen, ez egy teljesen szövetbarát anyag, ez a világon mindenhol leginkább elfogadott. Tiszta hialuronsav, ebből többféle molekulasúlyú van, a mélyebb ráncokra a nagyobb molekulasúlyú, tartósabb és sokkal viszkózusabb anyagot alkalmazzuk, vastagabb tűvel szúrjuk és tovább is tart, viszont bizonyos területekre stílus. Ezért ajakban egy nagyon finom anyagot, egy ilyen közepes vastagságot alkalmazunk, illetve vannak olyanok, amelyek teljesen icipici molekulasúlyúak, sőt úgynevezett keresztkötés sincs bennük, ezt általában alsó szemhéjen szoktuk alkalmazni, mert oda más nem is szabad szórni. Miért félnek az emberek a botoxtól? Mivel a botoxról azt tudjuk, hogy biológiai fegyverként használható, ezért ezzel kapcsolják össze az emberek. De hát már a század elején, ez egy ideggyógyászati gyógyszer, század elején a kancsalságot, ideggyógyászati betegségeket mai napig ezzel kezelnek. Annyit csak egy mondatban, hogy a botox az egyetlen gyógyszer a világon, aminek az itt alkalmazott adag 1000-szerese toxikus. Mondjunk csak egy gyógyszer, egy altató, egy aspirin. Elég lenne 10 ahhoz, hogy elvérezzünk, vagy végleg elaludjunk tőle. Tehát nem is kommentálom tovább. Nagyon Amerikában 1 év alatt megduplázódott a botox kezelések száma, pontosan azért, mert annyira drámaian szép itt, hogy semmivel nem betegedik. Éva, egészen friss a szépítkezéssel kapcsolatos élményed. Épp most jöttél ki dr. Semsey Mária rendelőjéből. Túl vagy az ajakfeltöltésen és a ránctalanításon is. Hogyan élted meg? Milyen érzés volt? Jó érzés volt, mert doktornő, hogy előre elmondott mindent, amikor beszélgettünk róla, akkor megnyugtatott azzal, hogy tudtam, hogy mikor mi fog történni, és mikor mi fog következni ezekkel a szúrásokkal is. És amikor megpillantottad magad a tükörben, az milyen élmény volt számodra? Meglepő volt, mert hogy már rögtön most látom azokat a dolgokat, amiket doktornővel beszéltünk. Azt hittem, hogy ez el kell tenni egy bizonyos időnek, hogy látszódjon, de nem. Hanem már most látszik. 2 másik kezelésen is átestél már itt Marika segítségével, mégpedig a mellkasodon egy ránctalanításon, valamint egy sportsérülésből eredő bőrfelület kezelésen. Ezekkel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak?
Nagyon jó tapasztalataim vannak, kisimult a ránc, sokkal bársonyosabb a bőr, illetve a lábon, azon a folton pedig érzékelhető, hogy erősödött a bőr. Éva adminisztrátor, munkája miatt órákat ül a számítógép előtt. Elmondása szerint jól lát, de a nap végére a szemeit megviseli a monitor vibráló fénye. Éppen ezért úgy gondoltam, egy alapos szemvizsgálat jól jöhet számára. Megvizsgáltuk a szemed, és bár mondtad, hogy ez a szemüveged nem dioptriás, viszont a mostani vizsgálat alapján az jött ki, hogy egy minimális dioptriára szükséged lenne. Szokott esetleg olyan panaszod lenni, hogy elfárad a szemed? Igen, szokott lenni ilyen panaszom. Számítógép előtt sokat dolgozol? Igen. Hát napi 8 óra. Igen. Tehát a számítógép előtti munkavégzés nagyon igénybe veszi a szemet, mivel egy pontra nézi ugyanabban a távolságban órákig az ember, és nagyon elfárasztja. És emiatt, hogyha van egy kis rejtett fénytörési hiba, akkor úgy jelentkezik, hogy hamarabb fárad el a szemed, és akkor ezeket a tüneteket, amiket mondtál, ezek jelentkeznek. És én azért javasolnám neked azt, hogy ezt a dioptriát használnod kellene a munkádhoz, tehát nem állandóan, csak a munkádhoz, mert ez megnyugtatja a szemed, és nem terheli úgy annyira. Akkor azt javaslom, hogy válaszunk egy szép keretet, ami divatos, tetszik is neked, jól áll, és fontos az, hogy olyat nézzünk, hogy ne legyen túl széles a keret, mivel keskeny az arcod, és valami kis csinos keretet kellene választani. Esetleg elképzelésed van valamilyen, hogy milyen színű legyen, vagy legyen... Kék. Kék. Jó. Kék. Van olyan is, és legyen karakteres, vagy inkább ne annyira feltűnő? Vagy próbáljunk meg többet. Próbáljuk meg, és meglátjuk. És akkor meglátjuk milyen. Jó. Rendben van. Éva kedvenc színe a kék. Annak viselése azonban nem biztos, hogy támogatja megjelenését. Egy kellemes délutáni kávézás alkalmával nem csak erre, hanem az öltözködéssel és a színekkel kapcsolatban is sok érdekességre derült fény. Ami Éva öltözködési stílusát illeti, romantikusnak és természetesnek is mondható egyben. Most megnézem, hogy a ruhás szekrénye mindezt hogyan támogatja. Szia!
Éva, ahhoz, hogy magabiztosan tud kiválasztani a testalkatoshoz illő ruhákat, illetve az öltözékeket, ahhoz tisztában kell lenned a testalkatod adottságaival, a sajátosságokkal. Arra kérlek, hogy most fordulj meg a tükör felé, és megnézzük, hogy milyen testalkatod van. A mai kor szépségideája, vagy a mai kor a homokóra alkatot tekinti szépnek. Ehhez viszonyítunk. Na most ehhez képest szeretném, ha megállapítanánk, hogy neked milyen a testalkatod. Melyik a tested legszélesebb pontja? Vállam a legszélesebb pont. Így van. Mennyire érzed hangsúlyosnak a derekadat? Hát van egy kicsit, de nem túl sok. Így van. És hogy érzed a csípőd? És a vállad egy vonalban van? Nem. Nincs, a vállam szélesebb, mint a csípő. Így van. Így van. A testalkatod, egy fordított háromszög testalkat. Elég könnyű ezt megállapítani. Azoknak az embereknek szoktuk ezt mondani, akik sportosabbak felül, szélesebbek, esetleg egy kicsit maszkulinabbak, alul pedig keskenyebbek. A cél az öltözködéssel ezt kiegyenlíteni, hogy a testet felső és alsó része egyensúlyba kerüljön, illetve miután nem annyira hangsúlyos a derekad, egy derekat is kell alakítani majd. A testnek egy középpontot kell kialakítani az öltözködéssel, és ez lesz mindig a derék. Jó? Akkor nézzük át a ruhatáradat. Jó. Éva, összeválogattál itt nekem sok szép ruhát, főleg azokat, amelyeket előszeretettel hordasz. És lehet, hogy most egy kicsit kegyetlen leszek, de hát, ha szükséges, néhányat ezek közül ki fogok dobni. Rendben van? Oké, rendben. Hát az első mozdulat az rögtön erről szól. Felül egy picit hangsúlyosabb a testalkatod, ezt az előbb megbeszéltük. Ennél fogva picit szögletes is. A csíkos, mint olyan, ezért fölülre abszolút nem alkalmas. Alulra igen, teréktől lefele, de fölül nem, úgyhogy ezt kidobom. Megyünk tovább. Fölülre a nagy minta sem helyes, sőt a garbó sem. Megvastagítja a nyakadat, és összenyomja a felső testedet még inkább. Igen. Sőt, a lábadat levágja, a lábad rövid lesz, és a felső tested még hosszabb. Nem lesz arányos a tested két része, a felső és az alsó. A nagy feliratos felsők úgy szintén nem tartoznak a ruhatáradba. Szörme. Szintén a figyelmet a test felső részére irányítja. Ettől is meg kell váljunk. Tökéletes. A V-kivágás megnyújtja a nyakat, elvesz a vállból. Ez a finom anyag, a könnyű, lenge anyagok neked a felső régióban tökéletesek. Alulra lehet egy kicsit erőteljesebb, vastagabb szövési anyagokat viselni. Jó, durvább szövés alulra jöhet, fölül mindig a lenge, könnyű, finom anyagok. Ez gyönyörű. Hát ezt már nem magyarázom. Értem. De a nadrág az marad. Egyenes szabású, és tudni kell az anyagokat illetően, hogy amit hangsúlyozni szeretnénk, azt anyagokban is tudjuk hangsúlyozni. Tehát nem csak szabással, nem csak a fazonnal és a színekkel, hanem anyagokkal is tudjuk hangsúlyozni. Neked a tested alsó régióját kell kiemelni, és ezt a bőrrel tökéletesen meg tudod tenni. Ennek van egy pici fénye, tehát azokat a felületeket, amelyeket ki akarunk emelni, azokat nyugodtan burkolhatjuk fényes ruhadarabokkal, fényes anyagokkal, és ennek miután fénye van, ez tökéletes erre. Amit el akarunk fedni, elkendőzni, az mindig legyen matt, legyen egyszínű, amit ki akarunk hangsúlyozni, az legyen mintás, fényes, csillogó. Rendben van? Ez a kis kabát szintén nem jó példa, ugyanis széles a rever, a hajtóka. Megint a figyelmet a felső testre irányítja. A bolerót el kell felejtsd. Azt erősíti, ami amúgy is erősebb.
a sok zseb, az sem. Van még ruhád? Persze. Ez is egy jó szoknya. Ávonal. Ávonal. Neked az egyensúly szempontjából az ávonal ruhában és szoknyában is tökéletes. Ez a plusz kis fodor díszítés meg még jobban megerősíti azt, amit amúgy is erősítenünk kell. Rendben van. Ez a szoknya hasonló, mert hangsúlyos. A mintája miatt hangsúlyos, ez is maradhat a szekrényedben. Ezeket nem fogom kidobni. Inkább a szoknyát részesítsd előnyben a nadrággal szemben. Illetve a nadrágod van, az egyenes szabású legyen. Ezek jók, ezek maradnak. Éva, az én életemben központi szerepet tölt be a ruha, az öltözködés, de hát ezt tudod rólam, és éppen ezért odafigyelek arra, hogy milyen termékekkel ápolom a ruháimat. Hoztam neked egy kis ajándékot, olyanokat, amelyeket én is használok. Ezek foszfátmentes, parabénmentes, klórmentes termékek, és biológiailag lebomlanak. Úgyhogy szeretném, ha te is ezeket használnád, és nem csak a környezetet óvnád vele, hanem ugye a saját egészségedet is. Úgyhogy fogadd tőlem szeretettel. Szekrény előtt, és könnyen tudja eldönteni, hogy mit vegyen fel aznap, nem árt, hogyha a ruhás szekrénye tartalmazza az alapruhatár elemeit. Ezt fogom most Évának megtanítani. Elkészültél, Éva? Várlak! Nagyon csinos vagy, nagyon tetszik nekem ez a ruha, és megmondom, hogy miért választottam. Én a feketét annyira nem szeretem, és minél fiatalabb egy nő, annál kevésbé tartom helyénvalónak, hogy feketét viseljen. Viszont az alapruhatárunk kötelező eleme a fekete. A fekete a komorságán túl egy igen nagyfokú eleganciát is képvisel, vagy közvetít ad a viselőjének. Éppen ezért kötelező, hogy legyen egy ilyen darab a ruhás szekrényünkben. Azért választottam ezt a fazont, mert már megbeszéltük, hogy egy fordított háromszög testalkat vagy, és a fordított háromszög testalkatú embereknek a test alsó és felső részét ki kell egyenlíteniük. És az sem árt, hogyha valami jelzi azt, hogy hol van a derekunk. Ez a kis raffinéria, ez a kis pici díszítés, ez az arany díszítés, ez erre tökéletes. Megadja a testednek a középpontját. Ezen túlmenően a te testalkatod igényli azt, hogy apró kis raffinériákat viselj az öltözékedben. A vonalvezetése a ruhádnak mindig egyszerű kell, hogy legyen, de figyelem elterelésként nem árt, hogyha viselsz valamit magadon. Színekben, mintákban és fazonban. És ez a kis ráhajtás itt a mellkas részén, valamint a deréknál, amely végigfut az egész ruhán, ez nem csak megnyújtja az alkatodat, de elveszi a figyelmet a test felső részéről, és a figyelmet tulajdonképpen az egész testedre irányítja.
Éva, elkészültél? Jöhetsz. Nagyon csinos vagy. Te hogy érzed magad? Jó, köszönöm. Az alapruhatár másik nagyon fontos eleme a nadrágkosztüm, a sötét nadrágkosztüm. Nem kötelező, hogy fekete legyen, sőt, én annyira nem is szeretem a feketét, de sötét kék, sötét szürke szinte minden alkalommal megállja a helyét. A nadrágkosztüm kiválasztásánál esetben meghatározó, hogy ugye milyen a testalkat. Egyenes szabású nadrágod legyen mindig, illetve a felső résznél törekedj arra, hogy vagy ne legyen reverje, hajtókája a zakónak, a blézernek, vagy pedig ha van, akkor az keskeny legyen. Szándékosan választottam ezt a darabot, ennek nincs. Ezt tudod párosítani bármilyen blúzzal, toppal, de mindenféleképpen olyan felsőt kell alávenni, ami egyszerű, ami visszafogott, letisztult. Várvonalban mindig egyszerűségre kell törekedni. Na most nadrágkosztümöket, illetve a blézert, a zakót nem igazán gyártják váltpárna nélkül. Ennek ugye korrekciós szerepe van. Arra kell figyelned majd, amikor vásárolsz, hogy ez a lehető legcsekélyebb legyen. Jó? Tehát nagyon kisméretű legyen a váltpárnád. Illetve, amire még odafigyelhetsz, hogy meddig ér a zakó. Neked a zakód az a csípőd szélességéig ér, itt ér véget. Ez azért jó, mert hogyha távolabbról megnézed magad, vagy mások látnak téged, akkor a hangsúly az ide terelődik. Húha, még a szavam is elállt, nagyon csinos vagy. Tetszel magadnak? Fantasztikusan nézel ki ebben a ruhában. Ez a ruha bármilyen esti alkalomra tökéletes. Hogyha például elmész egy keresztelőre, egy ballagásra például, vagy bármilyen komolyabb összejövetelre, és főleg azért mondjuk, hogyha az évszak nyárias, de legalább tavasz van, akkor ez alkalmas. Azért választottam ezt a ruhát, mert fölül megtestesíti azt, amelyről beszéltünk. Egyszerű vonalvezetés, tompítja a vállat szélességét, alul pedig ugye egyensúlyba hozza a felső rész és az alsó rész közötti különbséget. Egyszerű, letisztult, és miután elég sokat beszélgettem veled már, te egy romantikus, de mégis természetes stílussal bírsz, ezért ezek a kis virágminták az arany hatású flitterekkel, ilyen óarany hatású flitterekkel szerintem a személyiségedet is valahol megtestesítik. Ha a testalkatod úgynevezett fordított háromszög, öltözködésednél a következő szabályokat mindig tarts szem előtt. Alsó és felső tested harmonizálása érdekében a csípődet és a fenekedet hangsúlyozd. Válvonalban ruháid legyenek egyszerűek és egyszínűek. A nyakbalkasztós felső ruha előnyös számodra. A mintákat inkább deréktől lefelé viseld. Az A-vonalú szoknya, valamint a rakott szoknya legyenek ruhatárad alapdarabjai, hogy farmert, akár nagy zsebekkel. Ne viselj túl bőszabású ruhákat, kerüld a zsabót, a váltömést, a habos anyagokat.
örülök, hogy itt vagy, Évike. És akkor mit szeretnél, mit ajánlhatok neked? Szeretnék egy kényelmes strapabíró csizmát. Igen. Illetve karácsony vagy szilveszter egy szép elegáns cipőt. Rendben. Akkor szétnézünk, és én megmutatom, hogy mit ajánlok, és ennek függvényében te kiválasztod, hogy mi az, ami kedvedre való, tetszik, illetve életedben is megfelel. Rendben, köszönöm szépen. Esztétikus külső megjelenés egyik alapköve a sminkészítés tudományának elsajátítása, ez alkalommal a hétköznapokhoz igazítva. Szépségtanácsadóink ebben segítettek Évának. Úgy látom, sikerült kiválasztanod a hozzád illő illatot. Most pedig fogok készíteni neked egy nappali sminket, ebből is egy szolidat, mivel úgy hallottam tőled, hogy nem szereted magad erősen sminkelni. De mivel a hétvégén bálba voltál, ezért megmutatom neked, hogy parti sminket hogy kell készíteni. Éva, hogy érezted magad a parfümériában töltött idő alatt?
Nagyon jól éreztem magam, kedvesek voltak a lányok, sok illatot illatolhattam, illetve kaptam egy kézápolást, és különböző tanácsokat a sminkeléssel kapcsolatban, mivel én nem nagyon szoktam sminkelni, vagy csak nagyon keveset sminkelek, így hasznosak voltak ezek a tanácsok, amiket a lányok adtak. Születési adataink, valamint a nevünkhöz tartozó számok árulkodnak személyiségünkről. A metamorfózis számmisztikai szakértője, Moldván Kata, a számok nyelvezetét lefordítva értékelte Éva adatait. A metamorfózis műsorában te voltál az első beszélgető partnerem, és meg kell mondjam őszintén, hogy egyrészt könnyű dolgom volt veled, másrészt meg nehéz dolgom. Könnyű dolgom úgy volt veled, hogy azokat a dolgokat, amiket a számmisztikai elemzés kapcsán én elmondtam, azt úgy éreztem, hogy te alapvetően tisztában vagy önmagaddal. A nehéz az azért volt, tehát nem is nehéz volt, hanem nem volt meg az a sikerélményem, amit máskor szoktam érezni, amikor olyan emberekkel találkozom, akik mondjuk kevesebbet tudnak önmagukról. Most indul az életedben egy 9 éves új ciklus, ami arról fog szólni, hogy az életed, az univerzum megad neked minden olyan lehetőséget, amit önmagad felépítéséhez, saját magad megtalálásához, önállóan a saját lábadra állva tud megteremteni, megtalálni önmagadat az elkövetkezendő 9 évben. És ennek a 9 éves ciklusnak az első évét éred, vagyis egy ilyen kettes, önmegvalósító, az saját értékeimet megtaláló, saját lábamra álló időszak van. Tehát valószínű, hogy ez az érzés bennem ezért volt, mert amikor egyes évünk van, akkor nem nagyon szoktunk akadályokat kapni az univerzumtól, hanem lehetőségeket szoktunk kapni arra, hogy akkor ezen az úton így elinduljunk. Tehát a jelenről ezt érdemes tudnod. Valószínű, hogy a jelentkezés ebben a műsorban is ennek volt köszönhető, és ennek fog egy nagyon nagy lendületet adni. Ami még meghatározó pont a Matrixodban, ezt is beszéltük, tulajdonképpen ugyanarra a gyökérre vezethető vissza. Az egyik egy gyerekkorban biztosan hatványozottan érzett önbizalomhiány, hogy ki vagyok én, tudok én egyáltalán, tehát egy ilyen típusú belső érzés. A másik pedig ennek az ellenkezője, amikor azt mondom, hogy egyébként pedig nagyon-nagyon magasra állítom magamban a mércét, maximalista vagyok, szeretnék mindennek és mindenkinek megfelelni, és hogy az egyik oldalon önbizalomhiányom van, a másik oldalon meg egy nagyon magas elvárás magammal szemben, akkor ez bizony nagyon megnehezíti a dolgomat, bármilyen területre is tévedek vagy kerülök. És az az életfeladat, ami egyébként most neked a feladatod, az, hogy valahogyan te add a biztonságot a környezetednek, és te legyél az az ember, akire mindig mindenben lehet számítani, aki mindig mindenre oda tud figyelni, aki mellett olyan biztonságban érzik magukat az emberek. Ezt azért nehéz megtenni ezzel a két ponttal, ezzel, hogy önbizalomhiány, mert túlságosan alárendelődhet ilyenkor az ember, amikor egy ilyen belső késztetés van benne. Egy kellemes fürdőzés a hangokban. Köteles Gyula hangterapeuta közreműködésével Éva több ízben is részese lehetett a hangfürdőzés, nem csak kellemesen ellazító, de belső kérdéseinkre is választ adó élményének. A hangrezgések által keltett érzések ugyanis támogatták Éva nőies énjének kibontakozását is. Az életedet most járod valahol. Egy szakaszát, amelyben megtapasztalhatod azt, hogyan tud boldog lenni és kiteljesedni az a lélek, aki mindezt megéli, aki érez, és érzéseiből táplálkozva éli ezt az életet. Életet ad, fenntart, szeret, elfogad, elenged, eltemet, és ezzel egy új életet ad. Nézd hát meg, kérd meg, mi az, amit még meg kell tenned.
másképp kell tenned, mint eddig tettél. Ahhoz, hogy teljes tudj lenni. Teljes. Itt a Földön, ebben az életben. Gyermekként. Anyaként. Feleségként. Szerető emberként és szerelmetes lélekként. A Metamorfózis új fodrásza, Marián Szabolcs pedig nem csak új frizurát kreált Évának, hanem egy egészen új életérzést is. Örülök, hogy itt vagy, gyere! És most kezdődik az átváltozás, így van. Én már megálmodtam neked, hogy mit fogunk csinálni. Remélem, jól megnézted magad utoljára, és indulunk. I need to be close. So come on. Szabi, Évával egyetemben az én frizurám is elkészült, és az eredmény az látszik. Én nagyon elégedett vagyok vele, viszont a főszereplő a mai napon ő. Milyen frizurát készítettél neki? Igen, valóban Éva a főszereplő, és az eddigi haja ez egy ilyen szőkésbarnás tónusú hajszín volt, de én úgy gondoltam, hogy egy intenzívebb életérzést adunk neki, és ezáltal választottam azt a színt, amit végül is kapott. Ez egy ilyen kellemes réz arany árnyalat, és én úgy gondolom, hogy a mostani stílusjegyekhez, illetve a mostani divatirányzathoz képest nagyon jól képviseli azokat a dolgokat, hogy nem csak a szőkésbarna színtónusok érvényesülnek manapság, hanem bejöttek újra, hál' Istennek, a rézvörös árnyalatok. Hogy gondolod, te mint szakember, fogja tudni könnyen kezelni ezt a frizurát otthon? Fogja tudni otthon könnyen kezelni a haját. Egészségügyi hajvágáson esett át, tehát a frizuráját egy kicsit tépetté varázsoltam, illetve egy kicsit lépcsőzetes hajvágási technológiával vágtam le a haját, és ezt ő is otthon ugyanúgy egyenesíteni, illetve hullámosra elkészíteni, ugyanúgy el tudja majd, mint ahogy itt is elkészítettem neki hullámosra a haját. Munkában Cimbalmos Emőke kozmetikus mester, szakértő mozdulatainak hála, sminkje ez alkalommal is feltette Éva megjelenésére a koronát. Child now, 'cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. Éva, a Metamorfózis 9 hónapos programja 5 nőről, köztük rólad is szól.
természetesen személyre szabottan. Ez a mai nap viszont csak rólad szólt, te voltál a fókuszban, hogy érezted magad? Nagyon jól éreztem magam, mert ezen a pont csak rólam szólt. Hamarosan megpillanthatod magad. Mit vársz a tükörképettől? Valami jót, valami frisset, és már nagyon izgulok. Éva, elérkezett az idő. Egy utolsó pillanat, és megnézheted magad. Hát erre nem számítottam, hogy vörös leszek. Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make. Hogy tetszel magadnak? Hát tetszek magamnak, csak egy kicsit furcsa, vörösre nem számítottam. Minden másra csak vörösre nem, meg a feketére nem. Hát igen, meg kell majd szokjam. Hát a ruhám azt tetszik, mivel ugye az kék. A kéket imádom. Ez biztos. Az ékszerek is tetszenek, mert az ékszereket is szeretem, tehát viselek is gyakran. A cipő is tetszik, mert az is nagyon kis, trendi és csinos. Összességében nagyon tetszik, csak meglepő. I'm comfortable enough to feel your warmth, it starts in my soul, and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby, just take your time now. Kedves nézőink, a metamorfózist látták. Találkozunk egy hónap múlva, akkor ismételten részesei lehetnek egy csodálatos átalakulásnak. Viszontlátásra! A metamorfózis résztvevői a Sejem Lézer Egészségházban szépülnek. A program résztvevőit a D-Center Fitness Klubban hozzák formában. A műsor együttműködő partnereim a Marianne Fashion, a Top Model Cipőbolt és a Douglas Parfümeria. A tökéletes látást a Margoptik garantálja. A program résztvevőim a QD Future környezetbarát tisztítószereit használják. A műsorvezető frizuráját Marián Szabolcs készítette. A műsorvezető sminkje Cimbalmos Emőke kozmetikus mester munkája. A műsorvezetőt a Marianne Fashion öltözteti. A csodálatos átváltozás pillanatait Szabó Éva fotográfus örökítette meg. A műsor helyszínét a Móricz Zsigmond Színház biztosította.